A Városi Művelődési Központ 1984-ben vette fel Váci Mihály nevét, akinek emléktáblát állítottak a központ bejáratánál. Vietnámban halt meg, ahová egy kulturális delegáció tagjaként érkezett. Testenem a nyírségi homokban pihen, Budapesten temették el. Váci Mihály munkásságára emlékezvén programsorozattal készülnek az év második felében. Ez egy nagy szervezés, egész megyére kiterjedő programsorozat, amiben, és még egyszer elmondom, hogy a város, tehát Nyíregyháza, illetve a megyei önkormányzat támogatását élvezzük, és védnökséget váltak, és hálásak vagyunk érte. A megyének körülbelül 30 településén jelenik meg a Váci Mihály Társasági Kulturális Egyesület programmal, illetve az utáni közművelődési művelődési intézmények vezetőjével, polgármesterével tárgyaltunk, megegyeztünk. Nyíregyházán itt működő egyesületekkel, úgy, mint a Besenyei Társaság, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, a Nyírségkönyv, akik működnek kulturális alapítványok, egyesületek. Szövetséget kötöttünk, úgy mondjam, közös rendezvényekkel készülünk. Tulajdonképpen az van, hogy minden hónapra, a jövő évben minden hónapra két vagy három esemény, ha nem is feltétlenül Nyíregyházán, de a megyében. Veszprémi, szegedi és budapesti összefogás is színesíti majd a Váci emlékév programjait. I. és Péter azt is elmondta, hogy bár a tananyagból kikerült Váci Mihály munkássága, mégis akadnak olyanok, akik ifjúkoruk ellenére azonosulni tudnak Váci költészetével. Pótolnivalónk van, rengeteg pótolnivalónk van, amit az Egyesület és az Egyesület mellett most létrejött fiatalokból, hála Istennek, ez a Váfi csoport. Ugye a Váfi az tulajdonképpen Váci Mihály fiatal követőinek egy rövidítése, amit választottak, tehetséges emberek, írnak, festenek, rajzolnak, tehát mindenféle művészeti ágban. És ezt próbáljuk most, így próbáljuk most terjeszteni. Azt a hitet, amit annak idején Váci Mihály hirdetett. Azt a tapasztalatot, azt a tudást, azt az akaratot, azt a jövőképet, amit elénk festett, már pedig az élő a mai napig is. A Kossuth és kétszeres József Attila díjas költő születésének centenáriumához kapcsolódó programokról a szervezők folyamatosan értesítik majd az érdeklődőket.